Kallódó jelenlét mindenütt, nagyon szép mondat, és nagyon izgalmas mondat, és mindez Mésző Miklós Saulus című regényében olvasható. Életem egyik legmeghatározóbb regénye, és ezt szeretném most ajánlani. Amint a címe is mutatja, úgy tűnik, hogy Pál apostolról szól, és nem tévedünk, valóban róla szól, de általa szerintem arról a kikezdhetetlen evidenciáról, hogy életünkben a szenvedés mértéke a változás mértékét és lehetőségét idézi elő. És ugye nagyon fontos a változás, és ezt nevezzük pálfordulásnak. Tehát minél nagyobb a szenvedés, annál mélyebben rendül és tisztul meg a lényünk, összefüggés van itt, a szenvedés és változás közt immanens kapcsolat áll fenn. A könyv arról szól, hogyan lesz Saulusból Pál. Persze ezt mi ismerjük, ezt a történetet az apostolok cselekedeteiből, de Mésző Miklós szikár mondatai, kontemplatív történetszövése olyan atmoszférát teremt ennek az újszövetségi világnak, amitől majd nehéz lesz szabadulni, szerintem egyhuzamban el lehet simán olvasni, és aztán majd többször is. Történelmi regény a szellemünk metamorfózisának a regénye, a kínlódás és gyötrelem lélektani folyamatának antropológiai mélységeit bejáró alkotásról beszélünk. Tulajdonképpen a magányosság regénye is, de nem az öncélú magányosságé, hiszen itt a magányosság ebben a regényben a lélek megtalálásában önmagára talál, újra felfedezi önmagát. Tehát ez egy kicsit olyan, mint amikor beoltjuk a gyümölcsfákat tavaszi rügyezés előtt, bár nem tudom, amikor szokták beoltani a gyümölcsfákat, de gondolom a hasonlat érthető, hogy amikor az életünket valami nemesebbel, valami többel beoltjuk, és ettől mélyebb, igazabb és tartalmasabb lesz. Tehát amikor az ember rátalál az örökkévalóság ritmusára, amikor elhelyezi magát a függőleges és vízszintes létezés örömében, a függőleges ugye Isten felé, a vízszintes az emberek felé. Ez a regény szinte olyan, mint egy matematikai képlet, exakt és ettől exkluzív, viszont perspektívája okán lebilincselő, örömteli és csodálatos és olvasmányos, mint az élet maga. Tehát Mésző Miklós Saulus, ezt a könyvet ajánlom, nem is olyan vastag, érdemes elolvasni, nem fognak csalódni benne.